Hello, sziasztok! Átvettem Miki csatornája felett az irányítást, és most itt vagyok mezőtúron, és itt van mellettem egy hatalmas köcsög. Aj, Bani, nem, ez nem látod, hogy ez egy váza, ez nem köcsög? Nem is a vázára értettem. Mindegy. Szóval itt vagyunk mezőtúron, igen, itt van velem Bani. Sziasztok! És ma zabálni fogunk, mert ahogy szoktam mondani, minden nagy zabálás egy falattal kezdődik. Igen. Ezt ma találtam ki, levétettem, csak mondom. Úgyhogy megméretjük magunkat, hogy elbukjuk ki a challenge-eket, vagyis pontosabban majd Miki kettőt fog kipróbálni. Én csak egyet, én nem vagyok annyira kemény. Ez rendhagyó lesz, mert egy azon napon, egy azon helyen kettő challenge-et fogok kipróbálni. Lesz egy erős, meg lesz egy hatalmas adag. Igen. Szóval, és mi vagyunk az első? Én félek kicsit, megmondom igen? Őszintén, az azért úgy, én is. Igen, úgy kicsit már úgy folyik a nyálam is tőle, mert szeretem, de úgy kicsit para. Egyébként megmondom őszintén, mi leszünk az elsők, akik ezt bepróbálják. Szóval igen. Ez egy teszt. Gyakorlatilag ez egy teszt lesz. A mi kis challenge-ünk. A mi kettőnk. Kis challenge-ünk. Érted? Értem. Hát nem vagyok én köcsög. Igen, láthatjátok, hogy most Bunnyval vagyok. Ő még nem volt itt a csatornán YouTube-on, viszont Twitch-en már volt sok közös igen. Szép pillanatunk. Gyönyörű tartalmak. Igen, szóval játszottunk már együtt, ismerjük egymást, ti még nem ismeritek, hát ismerjétek meg. Mutatkozz be, kérlek, mi az igazi neved? Viszont ez nem játék, amire most menni fogunk, ez nem egy játék, ez a valóság. És keményen meg fogunk küzdeni. Igen. Nyomjuk. Bízunk benne. Yeah, bro. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Itt vagyunk a Buonasera? Nem tudom kimondani, nem tudok olaszul. Hogy kell mondani? Buonasera! Szóval az azt jelenti, hogy... Jó estét! Jó étvágyat! Ja nem? Jó estét! Jó estét, azt jelenti. Akkor mi a jó étvágyat? Buon appetito! Buon appetito! De most... De igen! Ezt így csinált! Azért jöttünk ide, mert itt is van egy hatalmas nagy kihívás. Azt mondta a főnök, ez most fog indulni, mert ők már egyébként egy jó ideje csinálnak itt egy óriás rántott húst, amire azt állítják, hogy talán az egyik legnagyobb rántott hús az országba, vagy a környéken, nem tudom, hogy lehet-e ilyen erős kijelentéseket tenni. Itt van velem egyébként Bunny, őt a sziasztok. Twitch nézők már ismerhetik. Mondjál légy szíves pár szót magadról. Mit mondjak magamról? Hát, hogy milyen színű a hajad, meg ilyenek. Amúgy én Tibi vagyok, csak áruhát öltöttem, mert amúgy Tibi van meghirdetve a Facebook oldalon is, amúgy kövessétek be, srácok, a Buonasera. Buonasera. A Buonasera éttermet. És egyébként valóban úgy volt, hogy Tibi jön, csak nem kapott szabadságot már a munkahelyen, hát őt beszippantja mindig a magyar valóság, és dolgozik, mint az állat. Muszáj, kell hát mi meg csak eszünk, és így élünk, érted? És nekünk ez így jó, nem? Kell néha enni egy jót, igen. Így van. Szóval ne haragudjatok, lehet, hogy sok ember most így azt mondja, hogy jaj, ne, most miért van itt Bunny, amikor a Tibi kéne, nem Tibi ilyenek, jobb, de... Tibi kéne, meg a pupi, igen. Ugye? Majd csukla a pupi helyet. Légy szíves, tudsz csuklani? Tudok. Jó. Majd itt a csípős. Megnézzük. Igen, mert lesz egy csípős is, azt mondják, hogy a környék legcsípősebb burgere? A vidék legcsípősebb. A vidék legcsípősebb burgere van itt. Ezt is le fogjuk tesztelni. Valószínű Tibinek nem hiszem, hogy nagyon sok gondot okozna, nekünk már valószínű fog gondot okozni. Én abban a hitben voltam végig, hogy Mezőkövesden lesz egyébként a forgatás, és a utolsó napokban jöttem rá, hogy nem Mezőkövesden, hanem Mezőtúron vagyunk, de mint mondták, ezt sokan össze szokták keverni, hát akkor én is a többségbe tartozok. Hát csak úgy 140 km különbség. Igen, mert Mezőkövesdhez te nagyon közel vagy, nagyon-nagyon közel, úgyhogy gondoltam, hogy akkor lehetne egy ilyen közös program, ha már Twitch-en úgy beszéltük sokszor, hogy kéne közös videó. Viszont az lett a lényeg, hogy azt mondta Bunny, hogy ő lejön mezőtúra is, ami neki azért elég nagy kitérő. Hát nem egy olyan két nagy, órás. Most. Nem kis olyan nagy. Ki akarna találkozni órás. Mikivel? Így van, úgyhogy azt mondta, hogy akkor a rajongó, akkor te nem anti-rajongó vagy.
nem. Antiért nem rajongasz? Hát most nem tudom, amúgy legyek én is a rivális, mint a Vivi. Szeretnéd? A Pitner? Igen, amúgy... Mondjuk, hasonlítsuk össze. Gondolkoztam szerintem... először, hogy a Pitnert is meghívom, de nem. Nagyon csúnyán viselkedett velem Twitch-en, úgyhogy nem. Ő az ős ellenségem, gyerekek. Természetesen csak poén, vagy nem? Nem tudjuk. Ez nem derül ki most. Viszont nézzük meg, hogy mit lehet itt falni, mit szólsz? Jó, nézzük meg az étlapot. Nézzük meg az étlapot, így van. Jó. Egészségedre. Egészség. Van velem a tulajdonos, hello, szia! Sziasztok! Fekete Miklós vagyok. Prefer Zsolt, szia! Figyelj, igazából pár kérdés, hogy most mit képviseletek? Mit képvisel az étterem amúgy? Én először azt gondolnám, hogy valami olaszos dolog, de nem. Az olasz életérzést. Tehát amikor eljössz hozzá... De barbecue-ztok leginkább, nem? Barbecue, hamburger, pizza. Egyébként maga az étlapom az úgy épül fel, hogy amihez van kedvem, azt csinálok. Aha. Tehát nincsenek most külön... Nincs külön ráva arra a sztori, hogy most akkor csak tészta, vagy pizza, vagy valami, hát amihez van kedvem, most éppen bisztrókaját akarok csinálni, akkor éppen bisztrókaját csinálok. A konyhám adott hozzá. Ez jogos, jogos. A barbecue vonalat azt nagyon megerősítettük szerintem, tehát nyugodtan mondhatom, hogy a környéken nagyon erősen kiépült ez a mezőny, és szerintem a hamburger is. A bucitól kezdve a húsinát mindent mi készítünk, mi csinálunk, szóval totál próbálunk rámenni erre a... Nem azt mondom, hogy farm to table, mert ugye nincs farmunk. Aha. De mindent, amit tudunk, homemade, házilag csinálunk. Kézműves jellegű, vagy nem tudom, nem, hogy... A miénk az totál kézműves. Az teljesen kézműves. Totál. Tehát nincs a kézműves jellegűre mondom azt, amikor mondjuk egy pékség egy kézműves jellegű buszit beküld valahova. De amikor te készíted az alapanyagtól kezdve, hogy tudod nagyon jó, hogy ebbe ennyi vaj, ennyi só, ennyi élesztő van benne, akkor az már, arra már nyugodtan lehet mondani, hogy a kézműves. És most, ha jól tudom, igazából kettő challenge-et is elindítasz. Kettőt? A te tiszteletedre. Azt, hát köszönöm szépen. Szóval lesz egy nagy kaja, meg lesz egy marha erős. Lesz egy nagy kaja, meg lesz egy marha erős. De az nem együtt kell megenni. Ez külön-külön. Külön. Csípősbabban mi van amúgy? Szóval egy házi titkos vagy? Nem, hát van egy alapstandard bucink, a buciból benne van az alapstandard husink. Ebbe belemenni még két szelet sajt, kapsz bele egy kis klószlót, ez egy picit úgy meglágyítja a dolgokat. Halapenyót megfuttatom egy pici cukron, amivel megmelegszik, így a kapszaicin elkezd ugye bedurranni. Belemegy. Van egy saját kis mandzsárunk, ez egy kis szósz, ami... amit a Gapó Chili-től vásárolt. Alap chili paprika megy bele. Ő azért tud erőseket, azt tudom. Ő igen, tud erőseket, innen is üdvözöl titeket. Ó, köszönjük, mi is üdvözöljük. Múltkor volt nálam fönn az én stúdiómban is. És ővele sikerült kreálnunk. Szia! Hello. Sikerült kreálnunk egy ilyen szuper erős kis mutatványt. Ő megy bele a hamburgerbe, plusz a husi be van fűszerezve, de azt nem mondhatom el. Berálják a lányok a cumót, úgyhogy... Figyelj, de most megmondom neked őszintén, hogy én igazából én mindent megennék, amit van, de nem tehetem, mert ugye nekem készülni kell a nagyra, a brutál challenge-re, szóval, de viszont akkor ezt hogy csináljuk meg? Mert ugye most nincs Tibi, hogy legyen, hogy megpróbáljam a brutál challenge-et, a rántott húst, és akkor utána
Rámenjünk a csípősre, szerinted? Hát, vagy megpróbálod azt, és akkor a hölgy megpróbálja a legerősebbet? Külön-külön? Hát nem tudom, hogy ő mennyire van rákészülve. De az te... megfogja az elejét. Hát meg, hogy valami ízé kéne, tudod, valami aperitív, mert azért így üres gyomorral, az durva. Amit csak szeretnétek. Valami kis ízét, valamit nézünk. Jó, ezt egy kitaláljuk. Egy kis előtte. Ja, egy kis marasz. Figyelj, akkor szerintem legyen az, hogy én egyből rámegyek a rántott húsos dologra, a bunny az valamit az elején, és akkor utána ketten bepróbáljuk a... Ha meg tudom menni a rántott hús, ha nem, rámegyünk a csípősre. Ketté metszem? Mit? A burgert, a burgert? Jó, hogy ketté osztuk, és akkor... Van erre valami íze, hogy időben, hogy valami, hogy... Nektek nem. De amúgy lesz majd. De majd lesz. De majd azt mondjuk el majd a szabályokat. A szabályrendszert elmondjuk, az le van azt már majd. Írva. Ja, jó. Annyi, hogy egy ilyen nyilatkozat van rá. Ilyen felelősségvállalás. Igen, felelősségvállalás, mert tényleg haláltad. Köszönöm szépen. OMG, de jól néz ki az izé, tök jó van kintem. Nézd már! Tényleg egy nagyon jó bisztró stílusú az egész. A szörny! És akkor ezt elméletileg most challenge-ként kell elfogyasztani. Yes. Fél óra van rá. Yes. Nem ehetünk, mármint, hogy nem, az a chiliné van. Szóval fél órát kell elfogyasztani, nem lehet mászkálni közben, meg ilyenek. Nem. Jó. Egy ültőbe. Hát azért ez... Ennek van súlya. Akkora, mint én. Jesus. Én meg addig finoman falatozgatok. Hát akkor jó étvágyat, figyelj, szerintem essünk neki. Jó. Meg a tiéd az milyen burger? Az egy ilyen pult porkos? Pult porkos, csedás hatós. Pult burger az a neve. Wow! De nagyon jól néz ki. Na jó, akkor szerintem... Megvágjam, vagy kézzel. Úgy, csak úgy odalakom. Hallod, ez kétszer akkora, mint a kezed. Legalább. És ez csak egy kis szelet a egészből. Jézus Mária, menj már a francba. Na jó, én kézzel fogok. Oda nézed, hogy milyen csúsz. Ömlik a szak a hamburgból. Miért ilyen omlós amúgy? Mert jó. Addig kell rágni. Ez ettől még nagyon sok rántott hús, de milyen érdekes, hogy mennyi különbség van a tél rántott hús között. Pont azt akartam mondani, hogy ettől már van pizza. Ilyen van pizza. Az a baj, hogy végig vastag. Jól néz ki. Finom. Nem szeretem azt a nagyon vékonyat, de ez már nagyon vastag. Viszont attól függetlenül, hogy ilyen vastag, nagyon puha. Annyira minimálisan kell rágni. Lehet nagyon emel. A szörnyetek? Ja. Gyakran mondják a nők ezt a húsimra. Neked van fels, igaz? Gyerek is, meg minden. Lennének. Minden. Én barátnőt is szeretnék, csak azt mondja, nem engedi. Hú, figyelj, hát haladunk azért. Na majdnem a fele. Hát most már lassan a feléhez elérek, ja. Fú, ezt ne rossz, hogy így kimondtad. Szívesen. Már látom, hogy próbálsz ilyen taktikát csinálni, hogy ide pakolod oda. Igen, most már logisztikázok. Hogy hogyan? Akár, hogy még forgatom, hogy melyik fele a kisebb, de nem találok rajta kisebb részt, az a baj. Úgy még csak nagyobb is. Az a recse. Egyre nagyobb ez a hús, hogy mi van? Megfigyelj magát, hogy mit csinálok. Hát a mai adásban az étel. Megint szégyenben maradtam, de megehetem még amúgy időn kívül, hogy hát van saját házi majonéz. Ez egyébként nagyon ritka, mert általában mindenki ilyen előre gyártott ilyen nagyüzemi majonézeket használ, és szerintem rohadt finom. Megkóstoltad? Meg nagyon finom, igen. Meg csúsztatja a húsit. Aha. Nagyon jó. Bár ugye ez is állítólag azért majonézzel nehezebb, mert ugye ez nehéz végül is. Mármint olajos, ugye? Olaj. De hát igen. Jobban csúszik. Na jó, hát figyelj, kifutottam az időből, viszont akkor menjünk rá a második challenge-re, ami előre mondhatjuk, hogy biztos, hogy azt sem fogjuk teljesíteni. Az biztos, hogy de megpróbáljuk. Mi leszünk az elsők, akik megpróbálják. Szerintem készíthetitek a fagyit, meg ezeket is.
hát... Hú, de amúgy ott láttam, hogy itt a lányok is sírtak, itt szaladtak ki a konyhából, hallod? Na most ez kell. Várj egyik. Figyelj, Bani, adok neked egy dílt. Ha megeszed az egészet... Jó, akkor nincs díl. Kitetoválhatsz. Na ez azért jó díl, mondjuk. Hát nem mert tudom. Amúgy tetoválni szokott így hobbiból. Az a hobbi, hogy kimegy ilyen hajléktalanokhoz és kitetoválja őket. Embereket kínzok. Most ebbe, ez mi ez? De ebben van izé koszló. Az jó. Cross section. Koszló, ha vagy. Nagyon jól néz ki. Figyelj, szerintem... Én már most mondom, hogy láthatlan, hogy a Tibi biztos megenné egyébként, szóval az fix. Szerintem egy rekordot is döntött. Na, biztos. Hát akkor... Cheers. Jó kimulást kívánok, találkozunk odát. Na hát igen. Jó, szerintem nekem amúgy ennyi lesz. Majd mindjárt megnézem, hogy kell zsalhatni, de húúúúú! Megérkezik! Úristen, alig harapdom bele és... Megeszed? Hogy érzed? Nem bizony. Most köszönt be. Most köszönt be a csili. Kezd. Uramisten. Meg fogom enni. Otthon mindenképpen. Na persze. Akkor nem látja senki. Ez is ilyen kétszer csípős amúgy. Fele kifele? Négyszer? Ha meg belesel. Azt a mindenit. Ennyi karabja. De én attól nem vagyok főve, ahogy főztem. Amúgy szerintem szép lassan lemenne. De ez is ilyen időcsellenges lesz? Igen. Szép lassan lemenne amúgy, de... Meghatódtam. Annyira finom. Muszáj. Érzem, hogy a Tibi szelleme itt van velünk. Te csak így csipod? Majonéz. Ja, majonéz, de az csalás. Ez már cheaterés. Ugyan, nem szabad, de van benne korsó. Aha, kicsit cheese. Ez nem ketchup szerintem, hanem chili szós. Tudod milyen? Már csak bada? Nem. Hallod? Abba másfél a... Ja. Nagyon gonosz volt. Ez nem csípős? Még lehet ez is csíp, na higgyetek el is semmit. Nem akar egyéb. Én sem bírom amúgy. Tere, ezt kostam meg. A zsibbel a fejem. Köszönjük. Csillagokat látok. Látjátok? Látok egy hasznos sárkányt ott. Hát gyerekek, a rántott húsból sajnos időből kicsúsztam. Egyébként most, hogy meg tudtam volna enni, a hús szerintem igen, krumpli az, tudjátok, hadilában állok a krumplival. Szerintem egyébként az, hogy a vidék legcsípősebb burgere, az megállja a helyét, igen. Azért őszintén szóban megmondom, hogy azért tényleg ettünk már durvábbakat, tehát láttátok azért itt a csatornán, hogy miket zabáltunk. A Tibi ezt lehet, hogy szembe dörzsölte volna, na jó, az ennyire nem, de... Szerintem ez lehet, hogy durva. Rekordot is dönt. Tehát ugye 6 perc idő van leverni ezt a táborit, meg a krumplit, de szerintem Tibinek ez sima. Szerintem is egyébként. Ő biztos a rekordidőt állítana be, hogyha itt lenne. Én vagyok az új Tibi. Meg a Pupi egyben. Pupi, is. Tibi. Egyébként Bunnyt kövessétek be Twitchen, Instagramon. Köszönöm a promót. Len lesz egyébként a leírásban a linkek, ahol meg tudjátok találni. Tök jó beszélgetések, meg tök jó kis game-eszkók szoktak menni. Meg hát ugye tényleg volt közös is, meg lesz is csomó közös game. Meg hát kéritek is mindig, hogy legyen közös videó is. Itt az első, így aztán van. Utolsó is. Két ilyen szép ember szerintem, hogyha összeáll, akkor nem lehet probléma, nem? Csak én nem vagyok kék szemű. Mert én mondják, nem vagyok hogy... szép. Az meg a szép, ember. Akinek a szemek. Nem vagyok ember se, tudom. És letépném a izémet, és egy ilyen földön kívül lennék. Ja, mert tényleg elmegyünk szörnyekre vadászni? Mehetünk. Meg vannak ott nálatok szörnyek? Hát az csak az van, Borsodban. Ja. Borsodban. Borsodi szörny van. Hülye vagy ott a zene? De az olyan izé ott lenne. Nem mernék bemenni az erdőbe sötétbe. Köszönjük, hogy itt voltatok, és köszönjük egyébként a Goldsmith stúdiónak, vagyis Ádámnak, hogy fölvette az operatőr kamerásunknak, fölvette ezt a videót is. Köszönjük szépen, és hát találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Puszi! Jó lett.